A Majál is ugyan idén elmaradt, de az U19-es Ercsi-Kinizsi Martonvásár Mustang találkozó és a járványügyi korlátozások enyhítése némileg kárpótolhatta a nézőket. A bajnokság 18. fordulójában megrendezett mérkőzésen a hirtelen jött meleg miatt a játékvezetőnek két alkalommal is ivószünetet kellett elrendelnie. Az első félidőben a csapatok próbáltak helyzeteket kialakítani, de a védelem mindkét oldalon jól működött. A 10. percben aztán a martoniak szabadrúgáshoz jutottak, amit sikerült jól eltalálni, de Nagy Zalán a kinizsi kapusa kiöklözte a labdát. Később a mieink Jakab Milán lövésével mutatkoztak be, ami kis híján betalált. Az első gól aztán a 24. percben született, amikor egy kiugratás után Halenár Gergely megszerezte a vezetést a vendégcsapatnak. Bő 10 perc telt el, amikor megérkezett a hazai válasz, a 16-os számú Bálint Ábel jó voltából. A második félidő eleje szintén próbálkozásokkal telt. Majd az 51. percben a kinizsi rúghatott szögletet. Dankó Antal beívelése végül Schneider Dominik fejéről került a Martonvásár kapujába. Bálint Ábel szép cselek után megszerezhette volna a mieink harmadik gólját, de a labda végül elkerülte a vendégek kapuját. A másik oldalon Gábor Ákos lőhetett volna gólt, de Nagy Zalán hárította a lövést. Kapusunkat párszor még megdolgoztatta az ellenfél, de több találat nem született a mérkőzésen. U19-es csapatunk legközelebb Kislángot fogadja majd május 15-én 10 órakor a Kinizsi sportpályán.